Üdvözlök, ismétlen mindenkit! Régen volt ilyen jellegű videó, ez az asztali környezet is látható volt, és mostan be lesz az mutatva, hogyan lehet ebbe a 2021-es évben ingyen tárhelyhez jutni. Egyre jobban megszorítanak a szolgáltatások, máskor volt ez a mega 50 GB, most már csak 15 GB, most arról lesz szó, nagyon egyszerűen. Itt van egy böngésző, első létre kell hozni egy e-mail címet. Itt van ez a magyar gmail.hu. Az a jó bennük, hogy 40 nap után automatikusan töltődik a profil a fiók. Olyan, mintha nem is voltál ottan, nem tudnak utána nézni. És akkor lesz regisztráltatva a megára. A vező rendszert. Eléggé gyenge a védelme. Nem lehet semmilyen speciális karaktert teres e-mail címeket létrehozni benne. Betöltődjön. Logol ez a mobil internet, minél jobban terjed, annál rosszabb lesz a valóságban. Más két évvel jóval, három évvel ezelőtt jóval gyorsabb volt, de nem. Minél többen vannak rajta, ez a korlátlan internet, annál kicsikét a letöltés sebessége annál jobban fog pingeltetni. Ez szokott történni. És létrehozok itten egy regisztrációs profilt. Legyen a név mostan. No name. És hát hozni egy felhasználó nevet. Például. ...2021. No YouTube. Egy jelszó. Én mondtam, hogy itten csak betűk és számokból lehet jelszavat, ez nem ajánlatos fő e-mail címként használni ezt a szolgáltatást. Tovább! Lehet a születéssel bármit beírni. Legelején megmondta, hogy 40 nap után automatikusan törlődik ezen a szolgáltatáson az információk. Egy Szeged. És itt vannak a, írja majd a feltételeket, 2011-ben. ...120 napon keresztül nem lép be, akkor automatikusan töltődik.
nem ráfog tartalmakra semmilyen kell, aki nem van maga után. Figyelmet! Szia! Jobban ilyen reklám. Szolgáltató! Van, de kell jelentkezni. Van írva, hogy no. YouTube lesz a lett a felhasználó név, és több szolgáltatásba így fogok majd belépni. Így már be is léptem. És most a... itten egyik legnagyobb ingyenes szolgáltatás volt 2 évvel, vagy 3, inkább 4 évvel ezelőtt ez a MegaAccount 50 darab gigatár helyet adott. Úgy csináltam, hogy minden családtagnak lett regisztráltatva 1 darab. Így ismerős 2 rokonoknak. És akkor így érthető, hogy miért is van annyi felhasználó, de most már csak 15 gigabyte. Még egyik legnagyobb, legjobb adattároló most is, mert nagyon kevés a 15 gigabyte-ot, kivéve a Google, az is 15-öt ad, de a többi már nem ad annyit. És van a mega.nc. Itt a nem is létezik többet az e-mail cím, nem árt neki. Fölösleges sem van. Inkább van ez a master key, hogy meg lehet adni. Érdemes leírni egy papírra, mert egy másik gépen vagy, nem fog beengedni a rendszerbe. Jegyzi a Harrisnek a szeriás számát, meg a gépnek az adatait, és akkor így hiába tudod a jelsz alatt nem fog beengedni. Legelső dolog, hogy le kell menteni ezt a master key-t, ki fog derülni, hogy micsoda. Valóságban nincs 50 giga, csak mondom 15 gigabyte van rajta. Egy bónusz, hogy 120 napig van csak 50 gigabyte tárhely. És mutatom, hogy milyen is ez a szolgáltatás. Van, hogy no. Én a nevem inkább. És akkor bírom azt az e-mail címet. Egyszerű jelszavat. Nem fogadt el.
és hozta ezt a fiókot. Esetlegesnek meg kell nézni az e-mail címet. Egyáltalán ez a szolgáltató küldte. Úgy néz ki, hogy elküldte. Csak egy ilyen gejt, és elméletileg 400 ezer évig nem megfejteni. És akkor vannak ilyen még érdekesen magyarul szerbül jelent meg, meg Euróba. 400 gigabyte havonta. Storage, jó magas számú. És akkor itt eléggé jó árba vannak. 400 GB. De van védve. Itt van a másik csomag, már havi 1200 dinári 2 TB storage, 2 TB transfer. Milyen azok vannak benne, csak nagyobb a tárhely. Ha egy évre kifizeted, akkor jóval olcsóbb. Egy évre 5877 dinár, a Pro verzió 14755 dinár. És jóval nagyobb a transfernek a száma is, nem pedig nem 1 terabájt, hanem 12 terabájt. És itt van a hónaposba, 1 terabájt ott van, itt meg 2 terabájt. Jóval jobban jártok, lehetem valaki ezt a szolgáltatást, akkor a napi szinten. Van rá egy évre füzelt be, 8 terabyte hely van, 96 terabyte transfer, és akkor így van, és van ez a ilyen üzletek számára, 15 gigabyte hely, 10 hónapba kerül, unlimited transferjük van, eléggé olcsó, szóval. Olcsóba, mint az átlagos felhasználónak, ha mondta. Ez érdekes nagyon. Itt meg a... És ez azt mondja azt, hogy ingyen. Azért olcsó, mert ha üzletnek csinálja, akkor egyszerűen nem ennyi.